Ja, gyerekek! Szóval igen, egy kicsit már belekezdtem a játékba, kicsit tesztelgettem, hogy mi hogy működik-e, meg ilyesmi, úgyhogy ja, működik, úgyhogy azért látok más hátteret. Egyébként a játék jegyzi folyamatosan, hogyha az adott állásból hol tartottál, azt megjegyzi neked, és olyan, mintha emulátorral elindítottad volna, és benyomtad volna egy low state-et. Szóval, ja, igen! Nagyjából beállítottam magamnak a dolgokat, és akkor nézzük meg a beállításokban, hogy például, hogy különítse a weapon slotokban a közelharci, illetve a lövő fegyvereket, különítse, igen, különítse, illetve automatikus váltással csinálja a célzási sémát. Igen, mert hogy csak egy gombbal becélzod az ellenfeled, és prüttyölgeted a gombot, ez is egy kicsit ilyen monotonitássá válik az egész. Nem hinném. Sokan valaki emiatt utálta a játékot, de nem. Aztán van egy ilyen, hogy itt van a progressive scan mód. Ez volt tehát hogy mondom, így be lehet állítani a játékba, és hát az eredeti, hogy mondjam, konzolos, tehát az eredeti verzióban, de én jobban szeretném ezt így tolni. Control layout, igen, a vibrációt kivettem, és akkor itt a lényeg, hogy a négyzettel lehet közelharcot alkalmazni, illetve a háromszöggel lehet a négyzettel lehet a lövőt, és a háromszöggel lehet a közelharcot alkalmazni, ha jól emlékszem, akkor körrel lehet interakcióba lépni az ajtókkal, közelébe mész, megnyomod, akkor áttöltsz a következő szegmensre a pályán belül, akkor az X-el lehet ugrani és dodzsolni. A dodzsolás az mindjárt mutatom, hogy van. Na, alternatív fegyver. Ezt úgy kell, hogy lenyomod az L1-et, akkor egy nagy fény egy csillogás jelenik meg Gabriel körül, és ugye ezzel lehet használni a fegyvereknek a különböző alternatív lövését, és annyit kell tudni a lövő fegyverekről, hogy megállás nélkül tudsz velük lőni, viszont az alternatív az fogyasztható. És az nem végtelen. Ahhoz kell a cheat glyph, hogy azt is végtelenítsük. És ezekkel alternatív, erősebb lövedékeket tudunk használni, amikkel nem csak, hogy az ellenfeleket gyorsabban ki tudjuk iktatni, hanem természetesen különböző sárkányfor szimbólumú vasajtókat is ezzel lehet csak feltörni, mivel ezek az alternatív tüzeléseket, ez igazából Isten fényének erejét használja föl, tehát olyan, mintha napfénnyel vagy szentelt vízzel lövöldöznél össze-vissza. Ez a filmben is így volt benne, csak nem csillogott minden, mint a Csalamon töke. Aztán R1-je a célzás, na ez, hogy mondjam, a lock-on mód. Tehát lenyomod az R1-et, becélozza neked az ellenfelet, azt bármilyen gombot nyomsz, vagy háromszöget, vagy négyzetet, az megállás nélkül csapolja, meg lövi, meg vágja. Viszont ha belakolsz valakit és nyomod az X-et, akkor nem ugrik, hanem oldalazva dodzsol. Így működik a dodge. Aztán az L2-vel megállíthatod a játékot és a fegyverek közt tudsz változtatni, illetve az R2-vel, ha lesz nálad olyan cucc, amit külön a boltban, az armoriban meg lehet venni, illetve természetesen 3 lehet nálad alapból, de később azt lehet fejleszteni 5-re, keresztek begyűjtésével. Ez a finisher mód, amikor egy ilyen fénylő gránátot egy ellenfélre rádobsz, az instant kivégezteti. És akkor van 3 fajta séma, de nekem ez a jó így. Akceptáljuk, jó. És akkor van még a galériában, újra mi megnézhetjük az intrót, ami most lement, illetve természetesen a hivatalos filmnek a trailerét megnézhetjük, de most azt azért nem mutatom meg, mert jogvédett. Na és akkor kezdjünk egy új játékot. Itt van, már el is kezdtem normál fokozaton, már második pályán voltam. És akkor fölülírjuk a mentett állást, és nulláról elkezdjük az egészet. És akkor itt van természetesen könnyű, normális, nehéz fokozat. A nehézség az igazából az ellenfelek szívóságán érződik igazából, meg hogy mekkorát csapnak vissza. És látható, hogy a nehéz fokozat pirosan van, tehát az nem az ellenző, hogy vigyázzam, most megszívat téged, mint a rohadék, hanem az nincs föloldva. Tehát, hogy egyszer végig kell tolni a játékot bármilyen nehézségi szinten,
akkor és a pluszban még fönn lesz a kalapod minden pálya végén, akkor a nehéz fokozatot feloldod, illetve a Power Crowds képességet be tudod gyűjteni. Viszont én normálon tolom, hogy ne kelljen kétszer vinni, normálon visszük, utána feloldjuk a hard fokozatot, és a hardon is végigvisszük, és amíg marad még testi-lelki erőm, akkor majd hard fokozaton mindenféle kütyükkel összekapcsolva teljesen normálisan végigmegyünk rajta. Vagy gyorsan végigmegyünk rajta. Na, kezdjünk normálon! Aztán még a widescreen modot is be kell kapcsolni. Tehát igazából a főmenő, amikor nullára kezdett, akkor itt kezdődik el. Látjuk a Notre Dame-ot közelről. 3 évvel később, Párizsban, Franciaországban, a londoni csetepaté után vagyunk. Ugye, mert ugye Gabriel üldözte Jackie-t, alias Hyde-ot, aki itt rejtőzködött el. Hát ugye az intróból ugye egyszer rálőtt, mert otthon megcsinálta magának a kocsvarékot elsőre, úgy tűnt. Akkor lelőtte és ott onnan elmenekült ide Párizsba 3 évvel később. Viszont hogyha a filmet és a rajzfilmet vesszük alapból, akkor a rajzfilmen úgy van, hogy Londonban ugye volt egy küldetése Jekyllnek. Nem akarom ellőni. A lényeg az, hogy ott volt egy hadművelet, Gabriel ott üldözte Hyde-ot, és hát Jekyllt per Hyde-ot, és akkor a végén ő vonattal elmenekült Párizsba. Viszont Jekyll folyamatosan, viszont Gabriel folyamatosan lóval üldözte. És a filmben nekem egy kicsit furcsa volt számomra, hogy a filmben ugye az elején azt mondja a Gabriel Hyde-nak, amikor megtalálja fönt a tetőn, itt a Notre Dame-nak a tetején, hogy nem láttam Londonban. Baszki, a rajzfilmben üldözted, mint a rosszabb, tehát hogy oké, a film előbb készült, mint a rajzfilm, de a filmben azt mondja, hogy nem látom őt Londonban, és a rajzfilmben totálisan látszik, hogy lóval követi a vonatot, ami éppen Párizsba megy. Tehát baszki, tehát lehet, hogy emiatt voltak azok a kis nüansznyi káoszok, amin egy kicsit én megkérdőjelezem a saját életemet, tehát igen. Na, most mindegy, szóval itt vagyunk Párizsban, a Notre Dame-ban, itt vagyunk, lehet látni, folyamatosan 60 FPS-ben vagyunk, totálisan szép, és hát ilyen 4-3-as képarányban vagyunk. Na most jön az, amiről beszéltem, a widescreen mód. Szóval hogy kell elindítani? Tehát itt most megállítod a játékot, tehát benne vagy a játékban, megállítod a játékot, és csak annyit kell csinálni, hogy R3, L3, le, X, le, X, kör, bal, kör, bal, nem, elrontottam. Jó is így. Benne vagyok. Elrontottam a kódot. Na, még egyszer. Az R3-at meg az L3-at azt le kell nyomni, azért mondom így. R3, L3, le, X, le, X, kör, bal, kör, bal, fel, háromszög. Ha ezt beírtuk, akkor elvileg összenőtt a kép. Igen, összeszűkült a kép, tehát működött a kód, úgyhogy ennyi. És akkor így haladunk tovább. Itt vannak ezek a zöld keresztek, ezek a power glyphek, ezeket kell összegyűjteni, hogy az armoriban minden küldetés végén fogjuk ezeket ezekkel tudunk fizetni. Tehát ezek a fizetőeszközök. Na és akkor egy kicsit az irányítással, ugye négyzettel lövöldözünk. És mondom, ez kifogyhatatlan. Itt lehet látni fönt a hadot. Aztán háromszöggel lehet a tojo pengéket használni. Most jelen esetben ezeket tudjuk. De mondom, később tudjuk majd dupla hancsár pengéket is használni. Ez gyorsabb és erősebb a tojo-nál egyébként. Akkor ugye R2-vel lehet ugye lokkonozni, de most nem tudunk. Az L2-t lenyomva tudunk váltani a fegyverek közt. Ha több fegyverünk lesz, akkor majd ott attól függ, hogy meg van feloldva. A jobb balra nyilakkal tudunk váltani a lövő, illetve a közelharci fegyverek közt. És akkor a lefele, meg fölfele gombokkal tudunk kategórián belül fegyvert váltani.
Akkor megnyomom az L1-et, most így villant, és ha lövök, akkor folyamatosan itt a fönt, van ott egy kék csík a fegyverek mellett, és az az alternatív lövőfegyver, és ott lehet látni egy kis, hogy mondjam, egy féket, ahol még a csík túl mehetne, az armorinál szintén keresztekért azt lehet növelni, tehát lehet upgrade-elni az alternatív lőszerünket, a fönt a piros csíkot, az életenergiánkat, azt is lehet növelni, illetve természetesen ott van a nulla számláló mellett három ilyen üres lámpás, amiből öt lehet nálunk, azt is szintén vásárlással tudjuk továbbfejleszteni, és ezek ugye a kivégző mozdulatok, ez ugye az R2, ha mind a három sárga világítana, akkor egy R2-essel eldobnám, és akkor instakilleznék egy ellenfelet, illetve van ez a pörgő, ez akkor működik, hogy így a Devil May Cry-ból lett ez átvéve, hogy a kombózás, hogy folyamatosan írtad az ellenfeleket, és akkor egyre jobban emelkedik a kombózás, és akkor ezzel, hogy mondjam, így menőzhetsz, hogy hú, ekkora magas kombót értél el fight alatt, mely ez egy kicsit ilyen hack and slash-szerű a játék, hogy vannak szemben, és akkor csak akkor tudsz tovább menni, most hát tovább tudsz menni, csak érdemes az ellenfeleket kiiktatni a plusz keresztekért. Igen, és akkor igen, az R1-jel álltam védekező mechanizmusba, és akkor ezzel lehet ugye gurulni az ugrással, illetve támadásokat alkalmazni, illetve vannak különböző alternatív támadások, mint például a négyzet, háromszög, négyzettel, hogy egy ilyen, ugye a pisztolyai fejbe tolok valakit. Vagy háromszög, négyzet, háromszög, igen. És igen, Hugh Jackman bevállalta a hangot, meg sokan a filmből egy-ketten még be is vállalták a hangjukat. Na, ennyit erről. Ja, mert még az inventoryban még lehet látni bal oldalt egy X, egy olyan X-szerű jelzést a két fegyver közt, az a grappling hooknak az ikonja. Az akkor villan föl, hogyha látsz, a karakter egy olyan pozícióban van, ahol éppen grapple hookozni tud, akkor az fölvillan, és ott tudunk menni tovább a körrel. Bonjour, monsieur. Welcome to Paris. Show yourself, Dr. Jekyll. Seems that memory of yours is getting worse, Van Helsing. The name is Hyde, remember? Nem tudom, hogy kinek volt ismerős a hang, de egyébként számomra is nagyon érdekes volt, hogy egy-két hangot megjegyeztem a filmben, a színészeket is nagyjából megjegyeztem, csak elnézést kérek, hogyha nem tudom hirtelen a nevüket. De például az, aki Hyde-ot szinkronizálja a filmben, ugyanúgy a játékban is, meg a rajzfilmben is, az a Harry Potterben ő volt Rubeus Hagrid, a nagy darab. Így van. Én lesokkoltam, amikor később megtudtam, hogy ez a Hagrid. Igen, lehet, vannak óriás keresztek, amivel több keresztet is bele gyűjteni, illetve vannak összetörhető cuccok, ahol szintén lehet bezsebelni a kereszteket. Illetve vannak a piros meg a zöld keresztek. A zöld keresztek ugye a a fizetőeszközök, a piros pedig az életenergia, ahol egy picit vissza lehet tölteni. Illetve lesznek a titokban összegyűjthető, úgy mondjam, ilyen pakkok, keresztforma, ilyen glif pakkok, amikkel az alternatív rőszer tudod visszatölteni, illetve az életenergiádat tudod visszatölteni. De azt is mindig különben ki kell fizetni, de hogyha meg lesz az ötödik pályán az armori, a végtelen armori, akkor megállás nélkül. Ja, meg igen, ugye a filmben, meg a játékban, a filmben, meg a rajzfilmben is lehetett látni, hogy igazából ő ember, és nagyon földhöz ragadta a mozgása, meg hogy Gabriel Van Helsing nem igazán, úgy mondjam, egy hibrid, tehát hogy félig földön kívüli, félig ember, hogy ilyen emberfeletti erőkre tegyen szert, mint hogy magasugrás, meg kicsit az átlag súlyánál nagyobb dolgokat képes fölemelni, mint egy Amerika kapitánya. De itt ebben a játékban van egy kis ilyen szabad mozgalom, és mivel Devil May Cry-ról van szó. Hát azért képes ilyen árnyékugrásokat végrehajtani. És hogyha egy olyan platform közelében van, ahol még jobb, még tudna ugrani, akkor egy dupla ugrást tud végigvinni, és szaltózik a levegőben, úgyhogy le nem esik a kalapja. Tehát, gyerekek, ez... Jó, a filmben nagyjából megvan értelmezve, hogy ez miért van. Hát a végére kiderül,
És egyébként nagyjából meg van magyarázva. Na jó, gyerekek, most szögezzük le. Ha valaki végignézze ezt a videót, akkor nézze már végig a filmet, nézze meg végig a rajzfilmet, és akkor az alapján beszélgessünk, jó? Tehát az, aki nem látta, spoiler, bocsi. Tehát ugye Gabriel Van Helsing ugye amnéziásan került elő a Párizs, a Római Vatikán elé, és ugye Jeanette Bíboros befogadta őt, és kiderült egyébként, hogy Drakulát ő ölte meg, aki a filmben ugye a főgonosz Richard Roxburgh által, aki más B-kategóriás filmben ők voltak a leggonoszabb, a Mission Impossible 2-ben, a Moulin Rouge-ban is, egy idegbeteg, kamu akcentussal rendelkező személy, tehát nem is véletlen, hogy kapott egy WC-díjat. Stinker díjat a legkamúbb akcentusa miatt. Meg idegbeteg állat, minden egyes főgonosz szerepet idegbetegen játszik, összerángatózik. Tehát direkt rángatózik, mert minden szar. És nagyon ripacskodó. Gabriel Van Helsing nem más, mint Gabriel Arkangyal amnéziásan. És lekerült a földre. Mert bukott angyal lett. És ő ölte meg Drakulát annó, Ladislaust. Ugye a film főgonoszát. Na és akkor itt van, hogyha falusi múlva ugrasz kettőt, akkor már föl lehet ugrani egy dupla ugrással. Igen. És akkor itt jön a grappling hook, ott van a piros, lenyomod az R1-et, becélzod, nyomsz egy kört, és már ott vagy. Igen, tehát vannak ilyen statikus kamerák, a kamerát egyáltalán nem tudod irányítani. Tehát ha valamit akar, azt takarni fog. Ez zárva van. És akkor mondom, amikor megnyelik az a piros X, illetve font a HUD-on is lehet látni, lenyomod az R1-et, megnyomod a kört, és most így folyamatosan leng, amit egyébként a stickkel lehet így mozgatni. A lényeg az, hogy ugrással tudod megszakítani. Na és akkor végül jöjjön a boss fight, Hyde ellen. Are you still on that pathetic little quest? The one you think will reveal your past? My past is none of your concern. Wouldn't you like to meet the demons of your mind? You're nothing but an empty puppet of the church. A marionette on a string. Let me help you. After all, I am a man of science. You are a murderer. Ah, the pot calls the kettle black. I destroy only what is evil. You are wanted for the killing of 12 innocent men, 6 women. 4 children, 3 girls, and a rather nasty massacre of poultry. Ez konkrétan a filmből lett átvéve ez a szöveg. De mondom, ugyanazok a szinkron színészek mondják, tehát ugyanazok a színészek mondják fel, akik játszották a filmben. Not when he's dead. Meg a motion capture is őtőlük van. Na, és akkor első boss fight Hyde. Ismerős a zene? Ezt nem, én is használtam párszor. Legalább nem jogvédett, mint a... Fú, gyerekek. Én teljesen ki voltam akadva, hogy most nemrég raktam föl a teljes végigjátszást a Return to Castle of Wolfensteinról, és baszki, egy-két zene, ami tök jó, és én is fel felhasználtak, csak rohadt halkan. Valamiért, hogyha full hangosan szólal meg a háttérben nálam, akkor az már jogvédett. Elmegy a pöcsönbe az ilyen, komolyan mondom. Akkor miért engeded elejétől fogva? Meg másoknál miért engeded? Mindegy. Túlteszem magamat rajta. Na, ez az első pálya, ez konkrétan egy tutorial. És most jön az, hogy... Így mutatja, hogy a négyzete meg a háromszöke lehet támadni. Illetve az R1-en lehet becélozni az ellenfelet. Ó,
Igen, neki ez a mintája, hogy folyamatosan ugrál. Meg elkezd futni. De így folyamatosan így hitszkennelem, azt ennyi. Ennyi voltál. Kalap fönnmaradt a fejemen, mert az a támadásaival fölborít, és a kalap leesik a fejemről, és azt a körrel kell, hogy világít majd a helyen, körrel föl lehet venni, és akkor még vissza lehet húzni. És a játék megengedi, hogy a játékot úgy vitted végig, hogy kalap megmaradt a fejeden. Ha az átvezetőben nincs rajtad a kalap, akkor szívtad. És akkor nem lesz meg az a bónusz, amiről meséltem. Ez a filmben ugyanúgy megvolt, kicsit máshogyan, de a lényeg megvolt. 80%-ban megvolt. I think you'll find the view from here most enchanting. Meg ez a lassított elmosódás, ez folyamatosan benne van a játékban. Mintha egy Timur Bekmambetov játékot néznék. Na és akkor itt van a végén az összesítő, 7 perc 27 másodperc alatt vittem ki a pályát, egy kill count volt, a legnagyobb kill count 1, meg a ellenfelek iktatva 1, hát már a bossokat is számolja. 153-szor lőttem, egyszer sem használtam közelharcit, nem kaptam be sebzést, tehát ez 100%-osan guard módban, damage nélkül végig toltam ezt a bosst, és 267 keresztet gyűjtöttem be, illetve itt mutatja, hogy kalappal fejeztem be a pályát. Igen. Ez nagyon fontos, mert ezt is számolja a játék. Az először azt gondolnád, ha nem nézel utána a GameFAQ-en, hogy mi az Isten takar ez, akkor még halvány lila fingod nincs, hogy miért kell kalapnak fenn lennie. Na, és akkor itt van az armory, ugye, hogy az összegyűjtött zöld keresztekért cserébe milyen cuccokat lehet gyűjteni. Itt van a Life Increaser 1000-ért, ezzel a piros életcsíkunkat tudjuk növelni egy picit. Aztán itt van a Replenisher, ez az E-csomag, amiről beszéltem, hogy ezt hordozhatom magamnál, és az inventory-ban elővéve megnyomom, és újra föltölti az energiámat. Ez azért fontos, mert lesznek olyanok, hogyha először játszol, és még nem ismered meg a szörnyeknek, meg a bosszoknak a mintáját, és nagyon pácban lennél, akkor ez nagyon jól fog jönni neked. Ammo Increaser, ez a kék csíkot növeli meg, amiről meséltem, szintén ezresért. Az alternatív szent alternatív lőszeredet lőszercsíkodat növeli meg. Ammo Replenisher ugyanaz, mint az E-csomagnál, ez a lőszercsomagot tölti vissza. Akkor Speed Boost 20 másodpercig megnöveli a mozgásodat és a támadási sebességedet. Na ezt mondom, az ötödik pályán egy helyen ezt be lehet gyűjteni úgy, hogy ezt nem kell megállás nélkül fogyasztani, úgyhogy ezt nem fogom megvenni. Akkor vannak ilyen alternatív támadások a különböző fegyverekkel, mint például a pisztollyal, hogy ez a Dodge Fire 1500-ért, hogyha ha dodge-olsz pisztollyal, shotgunnal vagy nyílpuskával ha támadsz pisztollyal, shotgunnal és nyílpuskával, miközben kerülöd az ellenfelet, akkor egy alternatív ilyen, hogy mondjam, egy dodzsolásból lövést tudsz alkalmazni, hogyha pisztoly, shotgun vagy nyílpuskát használsz. Grapple Strike, a grapplőddel meg tudod fogni az ellenfeledet, és automatikusan magadhoz tudod húzni, tehát ez igazából egy steampunk scorpion. Get over here! Ground Strike, az R1-et hosszan tartva előre mész, és alkalmazol egy közelharci támadást Tojo Bengével, és akkor föl tudod ütni az ellenfeleket, akik a földre fognak esni. Tojo Fire. Aha, el tudom dobni a Dojo Bengémet.
ha hosszan tartom a támadást. Aztán air hop. Ha egy levegőből való támadást alkalmazok pengével, akkor pluszban még tudok ugrani. Igen, scimitar swing, földbe döng ground strike-nál, ha az megvan, akkor nyomva kell tartani az R1-et, és előre haladni, és egy pörgő hangyzsár támadást tudok alkalmazni a dupla kardokkal. Közelharci robbanás, jég vagy tűzgyűrű robbanás fog megtörténni, hogyha a kifogyott a közelharci, az alternatív közelharci lőszer kifogy, akkor az utolsó kombó az egy, vagy egy tűz, vagy egy jéggyűrű lesz. Hát attól függ, melyiket használod. Mert láttam egy végigjátszásban, hogy a Tojo-na, amikor suhintasz a Tojo-val, akkor egy kék nyaláb jön ki belőle, a dupla kardoknál meg piros. Nyilvánvaló, hogy a Tojo-kkal jéggyűrűt, a dupla kardokkal pedig tűzgyűrűt tudsz alkalmazni, gondolom. Finisher slot. Ugye erről beszéltem, hogy 5 lehet nálad, de most 3 van egyébként, és ezzel egy végső mozdulatot, amivel instakillezeld az ellenfelet, ezt lehet még pluszba gyűjteni. Mondom, 5 lehet nálad, de nagyon irtózatosan drága minden, úgyhogy semmit nem tudok venni. A legolcsóbb is 500. Na hát igen, nagyon gyűjteném kellett volna a dolgokat ott bent a templomban, és akkor most nem lennék ilyen padhelyzetben. Na, és akkor jöjjön Gene Bíborosnak a eligazítása, és akkor ő fogja narrálni nekünk a helyzeteket. Egyébként szintén játszott a filmben. Ugye Armstrong, Alun Armstrong játszotta a filmben, a rajzfilmben is szinkronizálta, illetve itt is szinkronizál nekünk. 450 évvel ezelőtt egy Valirius nevű lovag, ugye Draguliát üldözte, Vladislaust, ugye Richard Roxburghot. As a result, a terrible curse was cast upon his house. A családon átok van, és addig a vámpírt ki kell iktatni, az átkot elüsség. És csak egy élte túl, ugye Kate Beckinsale Anna hercegnője, Boris Valerius a cigány király lánya. Ugyanúgy a filmben, hogyha a Dracula előtt halnak meg, és Draculát nem győzik le, akkor a 9 nemzedéke soha nem kerül be Szentpéter kapuja. Nem kerülnek a mennybe, hanem örökké pokolban fognak elátkozódni. He will help you rediscover your past.